Ábel egy ilyen outsider hős. Tehát ő gyerekeket ment, és az egész életét erre áldozza föl. Emiatt nincsen magánélete, nincsenek barátai, nem volt szerelem az életében. Soha nem akarták kitenni valamit? Begubózott, zárt a világban létezik. Érzelemmentes figurából válik egy felnőtt érző lényé. Zárkózottságból indul. És onnan folyamatosan, ahogy ismerkedik meg Verával, szerelem is kinyílik. Szia! Vera pedig egy zárkózottabb személy. Neked mi van a családoddal? Nevelőszülők sokasága vette körül. Már sok csalódása van túl. Nem szerették őt, és nem fogadták el őt. Mással voltam. Nem tudja, hogy hogy érezze magát biztonságban a kapcsolataiba. Kivel? És ezért nem nagyon tanult meg kötődni. Mindig mással. És akkor találkozik Ábellel. Aki valami nagyon mást hoz, mint azok az emberek, akikkel eddig találkozott, és megpróbál benne hinni. Az Ábel hazahozta Verát. Ez egy nagyon vicces jelenet volt. Még mielőtt Ábellel megismerkedtem volna, nem tudtam eldönteni, hogy maga a feleségem vagy az anyja. Mituk néni ennek a nagyon tehetséges szubjektátornak, az Ábelnek a nevelője. Professzionális kapcsolatot és lakótársi viszonyt ápol. Neki az a feladata, hogy ebben maximálisan tudja végezni a munkáját. Végtelenül szereti, de a munkatársi kapcsolatuk miatt ez nagyon erősen le van fedve. Meg tudod csinálni.